Ja sam išla elsőbe, do škole, bol Blaškovič starý, ten vedel slovenský. Mali sme taký veľkú drevenú tablu a tam nás učil. No, ja som sa ešte učila, no teraz rátajte vy maďarský ABC, ja budem slovenský AB. Adam B. berie cibuľu, B. dáva, Eve, fige, gerege, hádže, jej, koláča, láme, materi, nosí, okolo, petri, tučnú, V, Y, Z. Toto som nezabudla, Elšie Ostajota, lebo ja som sa ešte ABC učila. Adam berie cibuľu, dáva, Eve, fige, gerege, hádže, jej, koláča, láme, Kilencven roke som nezabudla. No potom som sa už második, už sme sa učili maďarsky. Itt Gömörön tulajdonképpen nem is tudják, hogy magyarok-e, avagy nem. Mert annyira természetes az egész, hogy magyarok voltak, magyarok. Itt az utóbbi két évben hirdetnek a híradóban, a hangos bemondóban is két nyelven, azok előtt csak magyarul, mindent magyarul intéztek, esetleg a nyomtatványokat, ha valaki nem tudta kitölteni szlovákulat, akkor megkérték, ennyi belállott. Vagy ha elmentek távolabb, és akadt egy olyan orvos a kórházban, vagy a ügyintézésben, a megyei, vagy a járosi hivatalokban, akkor vették észre, hogy itt nem csupán magyarok élnek. A Békés Csabára 1718-tól letöltöző felvidéki evangélikus szlovákok magukkal hozták az Alföldre ezt az énekes könyvet, és igen erősen ragaszkodtak hozzá. A Tranosszius templomi használatánál is talán fontosabb volt az, hogy a hívek odahaza otthonaikban is forgatták lapjait és énekelték az énekeit. My sme nebadali ani nasledovanie, ani nevýhoda nebola na veľkej tarči. Teraz sme už viac ti Maďari ako Slováci, ale nie to nič medzi nami, že by sme sa mi za vojačo hnevali, alebo jedna druhého nenávideli. Moja mama, keď zomrela, ešte doma bola. Vyrastovali sme. Prišli rodina, susedy spievať. A potom, keď už bolo 11, 12, už potom tá išli domov a mamu mi tam nahali. Potom len keď bol pohrab v cintoríne, potom mamu mi len tata niesli. Takže dve noci, jeden deň, či dva dní, jednu noc, už som zabudla, no doma ležala. Hogy nincsen özvegy, nincsen arva, nincsen vallás, hanem örök élet van. Amen. Gyalog jártunk ki kapálni, és ha nem jöhetünk úgy, ahogy kapáltunk, hát fölöltöztünk szépen. Mikor lányok voltunk, kivasalt szallagval, minden kifel, szépen fölöltözve, akkor itt levettük a ruhát, és másikba kapáltunk. Ameddig bírom a kezemet és a lábamat megmozdítani, én addig csinálom. Ha nem bírom, akkor nem csinálom, de ameddig bírom, én csinálom. Aztán, hogy az utódok csinálják, vagy nem csinálják, az már az ő dolgok. Amikor nyugdíjba mentem, akkor tettem le a jogosítványt, hogy könnyítsek a munkámon, meg magamon, hogy ne kelljen cipekedni, sokkal könnyebb. Így
Majdnem 50 hektáron gazdalkodok, ebbe segítenek fiaim és a család. Szüleim is arra neveltek, hogy a múltból táplálkozik a jövő. Istenféle emberek vagyunk, templomi arrók, úrvacsora vevők vagyunk. Imádkozzal és dolgozzal, mindig ez vezérelt. A hit megtartó ereje mindig megtartotta családunkat a legnehezebb körülmények között is. Tak začneme túto veselým hlasem spievať. Veľmi pekná piesnička, tak ju môžete spievať. Veselým hlasem spievajme narodzení pamatujme Krista spasiteľa svého chudobe na svet prišle. A tebe, pán Boh, daj. Ďakujem ti pekne za tú úctu, čo si mi ty dala. A ja za túto veľmi krásnu, peknú piesničku na tento veľmi slávny deň. Na ti, pán Boh, daj ja dobrú zdravia. A tebe prajem. Ďakujem pekne. Dobrú noc. Dobrú noc. Sa vydávali dievčence najdrv sa len na čemer, alebo na cinkotu, alebo na fót, alebo na keresztúr vydávali, lebo tam luteráni žili najviac, ako na veľké tarči. To veľmi bolo riedko, keď sa tarčanská dievka, alebo tarčanský mládenec na malú tarč, alebo na, na kerepeš vydala, alebo oženiv, lebo tam katolíci žili. Hát, bolo tako, že ti sa dodržali nage luteránka, nage katolík, nage nekatolík, nage luterán. A keď som sa ja vydávala, ja som to, nie, to sme sa nedívali, že či je luterán, či je Slovák, lebo tu spokojne žili do vena. A nebol rozdiel ani medzi Maďarmi, ani medzi Slovákmi. Môj manžel bol dopoli Maďar, dopoli Slovák. Ja sa radujem, že som Slováčka a že sa milujeme tu ako Maďari. Veľa Maďari nebývajú. My sme najväčšia nie rodina, ako to môžem povedať. Ľudia, čo sme Slováci, je ono neveľa Maďari bývajú tu, len čo sa sem vydali, lebo sem sa oženili, taký Maďari je to. Ale ľúbime ich, aj oni nos, a ja mám maďarské nevesty. Vyobliekla som sa o 18 rokov, keď som mala. Tedy som si dala aj vlasy ostrihať na krátko, lebo to bolo už po pánskom. Ale aj dnes na veky rada nosím judový kroj. A Pest megyei nagytarcsán még megtalálható a liturgikus színeket követő népviselet. Adventben feketébe jártunk mindig, tehát a karácsonykor első nap fehérbe, második nap kékbe, aztán a karácsony után már mindegy, milyen ruhát vettünk föl, bőjtig. Utána bőjtbe megint csak feketébe járunk, most is mindig. Virág vasárnap meg fekete alap, és virágos lila vagy kék, ilyen hát minták voltak a szoknyán, vagy vannak is. És utána húsvétkor ugyanúgy járunk. Első nap világosabban, most már kékbe első nap, mert fehér nincsen, és másnap vagy barna, vagy szürke. Pünköskor ugyanúgy kékbe első nap, és második nap lilában.
Hát kezd meg hogyili konfirmáció, turizme takie biele, pukavie, hodbabni, oblegmali. Ráncuvani, aj nahrúrúcsnyék zmemari, aj pigjuvanke. Kedves szüleim és nagyszüleim! Isten iránti hálával elmondhatjuk, hogy elérkezett életünkben ez a mai nap. Ma vesszük magunkhoz először az Úr Jézus testét és vérét. Mielőtt ez megtörténne, bocsánatot szeretnék kérni. Bocsássák meg, amiben ellenük vétettem, és kísérjenek az Úr oltárához imádságos szeretettel. Azért ajándékoznunk neked, hogy ne feledkezzél meg rólunk. Jó? Körülbelül a 16. századtól volt itt iskola. Jelenleg 129 diákkal rendelkezünk. A kapcsolat az egyházzal nagyon jó. Egyházi épületben vagyunk. Az egyház segít minket mindenben. Mi igyekszünk ugyanúgy segíteni az egyháznak. Az iskolában evangélikus és református hitoktatás is van. Takzme boli, že nás rodiči jen po slovensky učili. Aj modliť. Hneď od malička a už potom, keď sme vedeli aj čítať, tak sme už aj spievať myseli. Už aj ráno mamička, keď nám stali, oni chytro stávali, lebo sme my veľká čeľaď boli, 14 detí sme boli. Keď hovoríme o materinskom jazyku, môžeme si spomínať na to, že duchovná, duševná materinská reč je, čo nám daná v našej cirkvi, je oveľa dôležitejšia než telesná. Podobne u Slovákov ako u Maďarov. V týchto slávnostiach sme sa spomínali ako na jednu veľkú čeliatku, tu na Telegerendáši, kde sme sa stretli všetci kresťania, a najviac evanjelici boli, ale všetci kresťania, tak ako jedna veľká čeľaď. A tu sme sa o tom zovárali, o tom sa kázalo aj slovo Božie, že ako sa máme radosti, my všetci veseliť, jeden druhého spomáhať, a takto, aby sme boli všetci ako jeden veľký národ pri Kristovi. Általában a hónap második vasárnapján járok át Ipoly szakállosra, illetve Százdra. Az ottani magyar gyülekezetek annyira kívánják, és ahogyan a Szentírás is fogalmaz, éhezik
az Istennek az igéjét, az anyanyelvén szólhat a másik emberhez, és az anyanyelvén szólhat az Úrhoz is. Testvéreim, ha nincsen helyben lelkész, milyen jó, hogy van beszolgáló lelkész, aki idejön Százdról, vagy idejön Ipolyságról, vagy idejön Nagybörzsönyből, és hirdeti az igét szlovákul, hirdeti az igét magyarul, hirdeti Istennek azt az igéjét, amely élő és ható. Aj, mi se veľmi tešíme, že nám vy takýho deľaka z Budapesti prídete, že by ste nám vedeli služby Božie po slovensky aj. Som vedúca a putujúca farárka Evanjelickej cirkvi v Maďarsku a každú nedeľu cestujem, putujem vlastne do slovenských evanjelických cirkevných zborov kázať živé slova nášho Hospodina. Existujú, jestvujú ešte zázraky aj dnes, keď učeníci dostanú dar Svätého Ducha, síce hovoria na inom jazyku. Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Ako by sme dnes hovorili, tak boli menšiny, tam boli prítomní. A učeníci dostali skrze Svätého Ducha dar porozumenia. A tvoríme ten istý jazyk. Sice hovoríme po maďarsky alebo po slovensky, ale nerozumieme jeden druhého, lebo nie je všetko v poriadku. Aj my, dnešní učeníci nášho Pána Ježiša Krista, potrebujeme aj dnes dar Ducha Svätého. Tu stojíme pred veľkým kostolom v Bekeskej Čabe a ten veľký kostol je pre nás, naši ako Slovákov v Maďarsku, veľmi známe preto, lebo tu na dolnej zemi sa nachádza väčšina počet ako Slováča. To znamená, že v Maďarsku tu sú tie veľké mestá Bekeská Čaba, Sárvaš, Slovenský Komlož, Polný Berinčok, kde sa nachádzame ako evanjelici a Slováci mnoho ako väčšom počte ako v Novohradu. My sme známi preto v Maďarsku aj medzi Maďarmi, lebo u nás sa nachádza veľmi známy spevník Tranoscius a nás volajú ako ktorý používame ako skoro Tranoscius, ako nejakú Bibliu. To znamená, že nás bola taká takzvaná, to v slovenčine nie veľmi vinde, to znamená v maďarsku kedesík, ale v slovenčine to je ako viera. Máme ešte takú takzvanú problematickú históriu, čiže ako v našej histórie slovenských evanjelikov, a myslím si, že môžem povedať, že aj celých všetkých evanjelikov v Maďarsku, a to je história slovenského kostola v Budapešti. Máme nádej v tom, že teraz ako nová vláda v Maďarsku veľmi podporuje cirkev, to znamená, že aj kresťanská strana je v parlamente a myslíme si teraz, že máme šancu na to, že aby sme mohli kostol vrátiť. Myslím si, že treba obnoviť aj tieto voľakedajšie zanedbané komunikácie aj so Slovenskou republikou, aj s Evanjelickou cirkvou na Slovensku, preto aby sme spoločne mohli tento voľakedajší konflikt nejak spracovať a v európskych fondoch nejaké možnosti čerpať na to, že aby sme mohli obnoviť kostol prvýkrát, aby sme získali kostol a aby sme potom mohli obnoviť celú budovu. Na jubileume pred 400 rokmi zvolenú Žilinskej synódy skrze Palatína Juraja Turza máme si spomínať, že náboženská a etnická trpezlivosť nikdy nebol problém v susedníctve žijúcich ľudí. Tento riadi a irituje vždy mocnosť politika,
Mi máme 400-ročnú spoločnú minulosť, ktorá posilňuje našu evanjelickú identitu. V jednej krajine žijúci rozličnú materinskú reč majúci, ale predsa žijúci v pokoji.